piactér az ókor óta a mindennapi életünk meghatározó része. Helyszíne többnyire a városok főutcája vagy főtere. Ez Újpesten sincs másképp. A kerület központjában a Városháza mellett, a Szent István téren található újpesti piac könnyen megközelíthető tömegközlekedési eszközökkel. A nem messze található metró, villamos és buszmegállóktól gyalog 3-4 perces séta után elérjük a piac bejáratát. Ha fontos, hogy mennyit költünk a napi betevőnkre, ha szeretnénk a magyar munkahelyeket megtartani, ha számít, hogy egészséges ételt fogyasszunk, és igazi kiváló minőségű magyar élelmiszert szeretnénk vásárolni, akkor mindezt megtehetjük, ha felkeressük az újpesti vásárcsarnokot és piacteret. Az újpesti piacot és környékét fokozatosan hozza rendbe és fejleszti az önkormányzat. A helyi politikusok plázákkal szembeni tartózkodásának köszönhető, hogy ebben a városrészben a piac és a kiskereskedők jobban tudnak érvényesülni. Polgármester úr, miért fontos a kerületnek a piac? Hát az újpesti piac mindig is meghatározó része volt a városnak. Itt a központi téren, a Városházával, a nagy templommal, a református templommal és ezzel a közösségi térrel mindig is egy fontos hely volt. Nem csak a kereskedelem részére, hanem azért is, mert hogy itt rendszeresen találkozhatnak egymáshoz az emberek, kicserélhetik a véleményüket, egy valódi agóra, ahogy ezt szokták mondani. A másik része pedig az, hogy valóban nagyon-nagyon jó minőségű, túlnyomó rész magyar árukat lehet itt beszerezni. Büszkék vagyunk arra, hogy ezt a piacot nem csak itt Újpesten, hanem szerte a városban ismerik és elismerik. Azt is mondhatnánk, hogy az újpesti piac a mi büszkeségünk. A piac három részre osztható. Kupola, kis csarnok és a nagy csarnok. A piac legmeghatározóbb termékfélesége a gazdag zöldségkínálat. Ennél bővebb választék a fővárosban nem nagyon akad. A kézműves füstölt árukat, friss sertést, marhatőkehúst és baromfi termékeket kínáló hentes pavilonok portékájából mindenképpen vigyünk haza, és a házi pácolt húsokat is próbáljuk ki. Itt mindenki engedi, hogy magunk válogassunk. Ha az ember azt csinálja, amit szeret, akkor csinálja úgy, ahogy szereti. Én ezt így szeretem, és így szeretném tovább még csinálni. Nagyon sokan járnak ide fotózni, rengeteg külföldi. Azt mondják, ez nem ide való üzlet, ezt be kéne vinni a belvárosba, vagy a csarnokokba, vagy bárhol, de nem valószínű. Én itt jól érzem magam. Ennyi az egész. Tehát ahhoz, hogy jól érezze magát, így kell kinézni. Én így gondolom, legalábbis egy üzletnek. Ma még nem megszokott, de az újpesti piacon is fizethetünk már egyes pavilonoknál bankkártyával. Én szerintem a piac az az embereknek egy lételeme. Azért, hogyha jönnek hétvégék, vagy jönnek ünnepnapok, azért az emberek a piacon szeretnek vásárolni. És a jó minőségű árut szeretnének, biztos, hogy itt meg fogják kapni. Akár zöldségbe, vagy akár húsba, vagy akár baromfiba, akármilyen téren, hogyha valami ünnepek jönnek, mindenki ide jön a piacra. Az őstermelők standjain bő választékot, különleges zöldségeket, tejtermékeket, házi sajtokat és édességeket találunk. Ha a vásárlásban megéheztünk, akkor érdemes betérni a piac területén található számos ízletes ételt kínáló büfé vagy ételbár valamelyikébe. Központi terünknek a megújításán, felújításán gondolkodunk, akkor is mindig központi szerepet tölt be a piac. Úgy szeretnénk fejleszteni, úgy szeretnénk jobbá tenni, hogy ez a közösség megmaradjon, az itteni vásárlókkal, kereskedőkkel, ide látogató vendégekkel együtt ez a közösség egyben maradjon. A közelben lévő kis utcákban lehet parkolni, vagy a piac mellett található fizetős parkolót is választhatjuk, ahol egy óra ingyenes. Az újpesti piac hétfőtől péntekig 6-tól 17 óráig, szombaton 6-tól 14 óráig várja a kedves vásárlókat. A magyar áruval biztos, hogy nincsen probléma. Úgyhogy nyugodtan merem ajánlani mindenkinek, hogy jöjjön a piac, és ma már kötelező kiírni a származási helyet, tehát ha magyar árut lát, valahogy nyugodtan vásárolja meg, semmi problémája nem lesz belőle.